Sziasztok! Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan ismert fel a triggerjeidet, azaz azokat a dolgokat, amik bizonyos negatív érzéseket váltanak ki belőled, valamint hogyan tudod őket megszüntetni. Közben elnézést kérek a fényviszonyokért, de kegyetlenül sötét van itt nálunk ma, úgyhogy sehogy sem tudtam úgy beállítani, hogy normális fényviszonyok legyenek a lakásban, de azért remélhetőleg látszódom és hallatok. Szóval, a trigger szó jelentése itt ebben a kontextusban az, hogy kiváltani valamit. Ebben az esetben kiváltani érzéseket. Azaz egy esemény, elhangzott mondat kivált belőled egy bizonyos érzelmet, és általában negatív kontextusban használjuk, negatív érzelmekkel kapcsolatban. Tehát minden, ami triggerel téged, az gyógyítást, feldolgozást igényel. Minden, ami feldühít, ami elszomorít, ami negatív érzést vált ki belőled, ami felcsesz, ami kivált belőled gyomorgörcsöt, torokszorítást, az mind egy-egy trigger. Vagy amikor valaki olyat mond, ami feldühít, védekezést vált ki belőled, vagy támadásra késztet, amikor azt gondolod, hogy nekem van igazam, és a másiknak nincs, az mind-mind triggerel benned valamit. Ezek a tünetek mind valami múltbeli negatív esemény hozadékai. Valamikor a múltban történt egy eset, amire nem biztos, hogy emlékszel, de kialakította benned az ezzel kapcsolatos negatív hitrendszereket, és mivel nem lett feldolgozva az adott esemény, ezért minden ehhez hasonló jelenkori esemény triggereli benned ugyanazt az érzést. És egyébként vannak pozitív triggerjeik, természetesen, de azokkal ugye nincs mit dolgoznunk, azoknak örülünk, hogy vagyunk. Vannak ugyanakkor a negatívokat érdemes megszüntetni, hiszen gátolják az emberi kapcsolataink pozitív irányba alakulását, valamint gátolják a manifestációnkat is. Tehát honnan tudod felismerni ezeket a triggereket? Az első dolog, amit lehet tenni, hogy figyeljük a testünket. Érzel-e benne diszkomfortot, amikor valaki mond valamit, valamilyen szituációban vagy, valaki tesz valamit, vagy valakinek a véleményét hallod? Érzel-e torokszorítást, gyomorgörcsöt, mellkasszorítást, leizzadsz, hevesen ver a szíved, vagy elönt a méreg? Ez mind-mind azt jelenti, hogy valami negatív dolog a múltból felszínre akar törni. A következő, amit tudunk tenni, hogy figyeljük a reakciónkat. Érzel-e indokolatlan, nem racionális dühöt egy témával kapcsolatban, szituációval kapcsolatban? Ha igen, akkor az a szituáció triggerelt téged. A harmadik dolog, amit tudunk tenni, hogy figyeld meg, hogy a másik oldal véleményét hogyan kezeled. Erőszakosan ragaszkodsz-e hozzá, hogy neked van igazad? Mert ha igen, akkor érzelmileg triggerelt állapotban vagy. Azaz a múltat vetíted ki a veled szemben álló személyre és az ő véleményére. Ugyanis, attól függően, hogy kinek van igaza, ami egyébként mindenkinek más, lehet, más oldalról megközelítve, de ha nekem nincs az adott szituációval kapcsolatban triggerem, akkor tőlem aztán akárki akármit mondhat, és nem érzem szükségét annak, hogy bebizonyítsam, hogy nekem van igazam, hanem megvonom a vállam, és tovább megyek. Viszont ha arra a véleményre, amit hallottam, az a reakcióm, hogy elönti az agyamat a düh, és érzem, hogy a harag tör fel bennem, akkor valami van mögötte, amit kiváltott ez az esemény. Hogyan tudom tehát kezelni ezeket? Amikor egy-egy triggert azonosítottunk, tehát feltűnt, észrevettem, hogy valami negatív reakciót váltott ki belőlem, érzelmi, testi vagy gondolat formában, akkor ki kell tudnom mondani, hogy ez a személy, vagy a véleménye, vagy a cselekedete, vagy amit nekem mondott, az triggerelt engem. Akkor tudunk tovább lépni. Azaz felelősséget vállalok, hogy nem a másik személy okozza az én érzelmi állapotomat, hanem valami a múltból került felszínre, attól, amit ő mondott, vagy csinált, vagy a véleményétől. Következő pont, hogy érdemes tudatni a másik személlyel, amennyiben lehetőségünk van rá, tehát például egy párkapcsolati problémánál, vitán van, hogy figyelj, amit most tettél, amit most mondtál, ezt meg ezt váltotta ki belőlem. Valamit felhozott a múltamból, nem feltétlen tudom mi az, lehet, hogy tudom mi az,
de most így meg így érzem magam, és szükségem van egy kis időre, hogy egyedül feltérképezzem ezt. Hozzá lehet tenni, hogy nem a te hibád, vagy hogy nem haragszom rád, vagy csak adj egy kis időt, és elvonulunk. Tehát elvonulunk, ez a következő feladat, légzésgyakorlattal például vissza tudjuk hozni a testet nyugalmi állapotba. Ugyanis amikor valami triggerel minket, akkor bekapcsol a menekülő vagy harcoló reflexünk. Ezért van az, hogy nem tudunk racionálisan gondolkodni, hiszen amikor bekapcsol a menekülő vagy harcoló reflex, akkor az összes vér az agyból kezekbe és a lábakba áramlik. Miért? Hogy tudjunk menekülni vagy harcolni. És ilyenkor nem tudunk racionálisan gondolkodni, tehát nem tudunk konstruktívan gondolkodni. Mi lenne jó a párkapcsolatunknak például, hogy mi lenne jó ebben az adott emberi kapcsolatban, ebben a szituációban. És erre remek példa például egy politikai vita, ahol mindenki csak támad, reagál a másikra, mert valami az ellenfelének, vagy ha, mit tudom én, kollégák vagyunk és külön politikai pártra szavazunk, ha ő ezt gondolja, neki ez a véleménye, nekem meg ez, abból remek vesztekedés és támadás folyamat jöhet létre. Mert valami mind a kettőnket triggereli abban az adott véleményben. Ugyanakkor, ha nincs meg ez a triggerem, akkor megvonom a vállam, és azt mondom, hogy gondolja, mit akarsz. Én meg ezt gondolom, és tovább megyek. Tehát amikor ott vagyunk egy triggerelt állapotban, akkor nem tudunk racionálisan gondolkodni, támadni akarunk, vagy menekülni, és ezt kell először is megszüntetni. Tehát például légzésgyakorlattal ezt meg tudjuk szüntetni, visszahozni a szervezetet homeosztázisba, nyugalmi állapotba. Ugyanis amíg a menekülő vagy harcoló reflexünk van bekapcsolva, addig a szimpatikus idegrendszerünk aktív. Ezt onnan tudjuk, hogy ugye felgyorsul a légzés, kitágul a pupilla, hevesebben ver a szívünk, ugyanakkor nekünk az kell, hogy a paraszimpatikus idegrendszerünk legyen aktiválva, tehát hogy visszahozzuk a szervezetet nyugalmi állapotba. És ezt meg tudom tenni a légzésem által, ugyanis a rekeszizmom, amit a mély hasi légzéshez használok, azon keresztül fut a vágusideg. A vágusidegnek pedig az a feladata, hogy nyugalmi állapotba hozza az embernek a szervezetét. Tehát amikor én lassú hasi légzést végzek, azáltal úgymond masszírozom ezt a vágusideget, ami be fogja kapcsolni, aktiválni fogja a paraszimpatikus idegrendszeremet, és ezáltal a szervezetem vissza tud kerülni nyugalmi állapotba. A legegyszerűbb ilyen légzés technika, amit egyébként már sokszor tanítottam különböző videókban, de ha esetleg nem ismeritek, ez a 4x4-es technika. Ez úgy néz ki, hogy orron át lassan hasba belélegzek 4 számolásig, majd orron át lassan hasból kilélegzek 4 számolásig. És ez a 4 számolás az azt jelenti, hogy nem 4 másodpercig számolunk, hanem kinek mi kényelmes. Ugyanis aki nincs hozzászokva légzés technikához, annak először nagyon nehéz a hasába lélegezni lassan. Tehát akkor még lehet az a 4-es számolás 1, 2, 3, 4. És aztán, ahogy az ember hozzászokik, megtanulja, már a végén lehet 1, 2, 3, 4. Egyre lassabb és lassabb. És azáltal, hogy ezt a légzést gyakorlom, azáltal megnyugtatom a testemet. Kikapcsol a menekülő vagy harcoló reflexem, a vér vissza tud menni az agyba, azaz tudok újra racionálisan gondolkodni. És akkor átgondolhatom, hogy oké, triggerelt engem valami. Miért reagáltam így? Mi váltotta ezt ki belőlem? Mi történt a múltba, ami miatt most így reagáltam? És előbb-utóbb jönni fog erre a válasz, és amikor megkapjuk a választ, akkor megfejtjük, hogy ezzel kapcsolatban milyen hitrendszerem alakult ki. Ha pedig ez is megvan, akkor tudatosítjuk magunkban, hogy ez csak egy hitrendszer. Ennek van idegi pályája jelenleg az agyamban, és ez az idegi pálya aktiválódása indította be ennek a negatív érzésnek megfelelő hormontermelődést. Tehát amikor az az ember, aki úgymond felcseszett, elszomorított, vagy bármilyen más negatív érzést váltott ki belőlem, feldühíted, akkor az, amit ő mondott vagy tett, az aktiválta az azzal kapcsolatos
hitrendszeremet, azaz azt az idegi pályát, ami ehhez kapcsolódik. Az az idegi pálya, ahogy végbe ment egy kommunikáció azon az idegpályán, küldött a testnek egy üzenetet, hogy kezdjen el termelni egy bizonyos kémiai hormonkoktélt. Azaz azt az érzést, ami ehhez csatlakozik. Tehát én, amit érzek, az azért történik, mert a múltamban történt valami, amihez hasonlít ez a szituáció, amiben vagyok, nem feltétlenül nagyon, de a tudatalatti az általánosít. Valamint torzít. Tehát történt valami a múltamban, amihez hasonlít az, ami most történt. Az aktivált egy idegi pályát az agyamba, ami pedig beindított egy hormontermelést. És emiatt érzem magam rosszul. Tehát amikor ezt tudatosítani tudom magamban, akkor ott vagyunk, hogy minden, ami most történt, az a múlt lenyomata a jelenben. És amikor ezzel tisztában vagyok, az adott múltbeli eseménnyel, hogy mi váltotta ki, tehát meg kell keresnem, hogy mi az, ami kiváltotta ezt eredetileg, annak az érzelmi és gondolati hozadékát tudom már, tehát vissza kell fejtenem, hogy miért érzem ezt, miért gondolom ezt, mi történt a múltamban. És akkor lehet nekiállni feldolgozni az adott eseményt, és megszabadulni mind az érzelmektől, mind a gondolatoktól, azoktól a hitrendszerektől, amiket az az esemény a múltban generál a mai napig a jelenben. Jó? És hogy lehet ezt megtenni, arra különböző modalitások vannak, tehát meg lehet ezt tenni hipnózissal, szomatikus terápiával, NLP-vel, vagy kognitív viselkedés terápiával, vagy ezeknek valamilyen kombinációjával. Én például a klienseimmel, akik bármilyen ilyen triggerrel, vagy traumával, vagy negatív érzésekkel jönnek, én ezeknek a kombinációját használom, tehát mind szomatikus, mind pedig hitrendszerekkel, elmével kapcsolatos feladatokat csinálunk, amik segítenek abban, hogy egy adott szituációban már ne érezd rosszul magad. Tehát például, ha gyerekként kinevettek, amikor kiálltál az emberek elé és beszéltél, tehát mondjuk verset mondtál, vagy énekeltél, vagy felelned kellett, és kinevettek, és azóta mondjuk nem mersz nyilvános beszédet tartani, akkor meg kell keresnünk ugye a gyökér problémát, hogy mi volt az első eset, amikor ilyen történt. Ezt feldolgozzuk mind testi szinten, azaz érzés szintjén, mind pedig az elme szintjén, tehát gondolat szintjén, és amikor ez megvan, akkor a következő alkalommal, amikor kiállsz emberek elé, akár csak egy munkahelyi meetingen, akár mikrofon előtt állsz, már nem fogod érezni a negatív érzéseket, nem fogsz leblokkolni, nem fog lefagyni a tested, és tudsz teljesíteni. Tehát, ha valaki, vagy valami feldühít, félelmet vált ki belőled, vagy elszomorít, vagy lefagysz egy adott szituációban, vagy azt gondolod, hogy csak neked van igazad abban a szituációban, akkor az remek lehetőség arra, hogy feltérképezd ezt a triggert, és megszabadulj tőle egyszer is mindenkorra. Jó? Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!